Gratulálunk a srácoknak is, ennek az egyszem lánynak. Igen, nem tudom, mit jelent neked. Ugyanaz. Nagyon nagy boldogság, persze, ugyanaz, egyértelmű. Ugyanaz, jó, tudom, és öröm volt nekem is. A jövő az övéké. Én azért megmondtam neked annak idén, ha jössz be a műsorba, Adrián nélkül nem jöhetsz. Na, akkor én is gyertek. Így volt, vagy nem így volt? Így volt, itt vagyok. Annyira imádom, azt annyira látom, és imádja a fiad a rockzenét, hogy látszik az a gyerek, az nem fog érdekelni soha a diszkózenének az ilyenek, mert tudom, hogy ez az injekció, ez már kiskorában oda bekerült neki a kis popókájába, és hát onnantól kezdve, mikor már be van injekciózva valaki, akkor nem lehet. Nem, úgy, én nem formálom, ő formálja. Tehát ő kereszt zenéket, ő küld nekem zenét, ezt hallgass meg. John Lord millió hát formában megmutatott olyan dolgokat nekem, amit én nem is találtam, meg nem is kerestem, mint nem billentyűsként, de ő rátalált ilyen dolgokra, meg hát a többi nagyok, az összes billentyűs. És azt a 50. születésnapomra összeállítottak egy műsort a Totival, a tanárjával. Erről mesél. Meséld el nekünk, meséld a hallgatóknak is. Kettőféle műsor volt, hát ugye van Rick Wakemannek egy ilyen Jug Jig lemeze, amin a Rick Wakeman és ugyanúgy a fia, aki ugyanúgy 15 éves volt, amikor ezt feljátszották, egy ilyen irgalmas, gyors, virtuóz billentyű szólót játszottak, és akkor ez volt ugye az egyik meglepetés. Ezt kaptam ajándékot tőle, és a tanárjától. A másik meglepetés, meg egy... Kitaláltuk azt a Totival, hogy hát ugye csak szennyordalok, meg hát csak jó lenne ugye a szennyordalokat is játszani, de mégis ugye hát nem lesz énekes, mert ugye hát őnek lesz ez meglepetés. Aztán hát megcsináltuk úgy, hogy 2 darab zongorára, 7 darab szennyordalból összeállítottunk egy ilyen egyveleget, hogy az egyikből ment a másikba. Aha. És zongorán is ott hallgatunk, de mindenki, és... Potyogott a könnyed. Többek közt, igen, és a Mácsus Sanyi is ott volt, mint vendég, és ő hallgatta, hogy... Hát csodálta, hallgatta, hogy ezek a dalok, amit mi annak idején megálmodtunk a szobába, az most megszólal a zongorán, és erre is ráismert, arra is ráismert. Tehát a riffeket, mindent gyönyörűen megcsinálták. Egy egész hosszú, egy ilyen 10 perces darab lett belőle, egyik dalba, másikba, tehát felépítve. Megvan az felvétele, majd átküldöm neked, hallgass meg. Nagyon megköszönöm. És egy gyönyörű ajándék nekem, kaptam egy bekötött DVD-t, amiben ez nekem az megvan. Hát nagyon sokan ott voltak, innen is ölelek, meg csókolok minden olyan zenészt, meg mindenkit, aki ott volt. Tehát 50. születésnapon meg sikerült úgy megtartani, hogy megtiszteltek a karcai zenészek, hogy elvállalták is. Találkoztak olyanok, akik nem is szoktak, talán még köszönni is egymásnak. De akkor mindenki együtt zenélt. És én nagyon voltam, amikor 8-an voltunk színpadon, olyan dalt játszottak, amit soha nem játszottak, az én tiszteletem, megtiszteltek arra, hogy olyan dalokat előszedtek. És elindultunk a Beatles-től, az én gyerekkori kis Beatles-es időszakomtól, ami szintén a Sanyihoz kötődik, és úgy sorba a vége. Deep Purple, P-Mobil, Edda, minden. Képzeld, én voltam a basszusgitáros, és a Phoenix éjszakáját úgy játszottam el, hogy a Pálmai Zoli bácsi elvállalta, hogy ő dobolja. Az eredeti dobos, aki annak idején, amikor megírodott a dal, akkor ezt ő dobolta, és vele játszottam el. Tehát olyan élményeim voltak ebből, kifolyólag kívánom mindenkinek, hogy ezt... És ezt a fiat szervezte meg. És a fiam meg, hát a körülöttem levők szervezték. Értem, nagyon szép volt akkor ez. Család, mindenki hozzátett, a barátok. Előtte 2 napig próbáltunk, ennyi próba volt összesen. 2 darab próba. És jöttek sorba, hát mindenki, én ebbe a dalba vagyok benne, te abba a dalba, berúgták, senki nem tudod, a gitárosoknál, hogy ezt kéne, azt kéne. Itt mindenki elfogadta az, ami van, és csodálatosan eljátszottak olyan ismeretlen dalokat, hogy Érdemes, én bele szoktam nézni már ilyenkor, hogyha melengedni akarom a szívemet, akkor előszerem. Egyen meg a szívedet. Mindig. Ez csodálatos érzés, az biztos, az az 50-es, az embernek egy olyan... Eljutottam odáig, tehát az élet azért végigpofozott rendesen, kaptam jót is, kaptam rosszat is, de igazából amiben nem csalódtam soha, az a zene. Hát így van, az megnyugtatja az embert. És ugye főleg, hogy van utánpótlás, az meg a másik. Én úgy látom, hogy szépen menetel, most egyre több helyen léptek fel. És azért mondjuk el azért a kedves hallgatónk, hogy hol találkozhatnak legközelebb. Hát Budapesten a Legendában. Április 5-én. Elsősorban, tehát amit konkrétan tudok. Lehet, hogy még megfordulunk egy pár alkalommal Pesten. Nem tudjuk, tehát odáig nem látunk. A nyárig látunk, de reméljük, hogy Birkafőző Fesztiválon is játszunk. Tehát lesz egy olyan karcagon, hogy, ugye, hogy április, nem, május 18-án
ezt mind a kikben akartam mondani, a karcagi Kátai Gábor Kátai Kórháznak a gyermekosztályának a ilyen jótékony, jótékony alapítvány, igen, és annak, annak lesz egy nagy bulija, helyi srácok szervezik, tehát nem mi vagyunk a szervezők, engem felkértek házigazdának igazából beszélni, azt mondjuk valamennyire tudok. Tehát nagyon meg ismerem a srácokat is, tehát mindenki, aki ott szerepelni fog, pár mondatban azért el tudok róluk mondani. Mondjuk el, jó, mert én megsüvegelem az ilyen dolgokat. Május 18-án lesz ez Karcagon a Hemo klubban. Termében. És tudomásom szerint a TBC zenekar. The Best Company. The Best Company zenekar szervező zenekarként játszanak. Lesz a Karcagi ilyen Match Boys együttes. Match Boys, aki érdemes rájuk keresni, ők egy 50-60-as évek. Rockabilly-t játszanak, de ezt méletlen módon rakkendó. A kollégám is. Nagyon jók, imádom őket, meg nagyon jó zenészek, meg nagyon jó haverok. És a végére úgy tudom, hogy a Decadence nevű csapat, akik lehet, hogy már meg is fordultak nálad, vagy voltak a rádióban, nem tudom. Ők metal, thrash metal, inkább ebben az irányban. Underground zenekar. Nagyon, de... Tehát például ők a Decadence szokta szervezni a karácsonyi bulikat. Tehát mindenkinek megvan a feladat. Most így megint összeállunk, és akkor eltöltünk egy zenés estét. Jó dolog az, mikor segít az ember, igen, jótékonykodik, és ráadásul egy kórház, aki tudjuk ugye, hogy le vannak pukkan, vagy a kórház, nem politizálni akarok, hanem ez tények ezek a dolgok, tehát mi mindannyian jártunk már kórházba, tudjuk, hogy mik vannak. Nagyon állami támogatást nem kapnak, és bizony egy inkubátor, vagy bármit, amit meg akarnak venni, az könyörgő leveket kell írni ide-oda-amoda, és ezekkel a jótékonysági kis fesztiválok, abból a kis belépőből is, amit ugye beraknak, ugye a meghívottak, tehát a hallgatók, így mondom, kapnak egy nagyon jó műsort, és akkor egy kisebb belépőt befizetnek, ezzel is tudnak hozzájárulni, tehát a kórháznak ugye a jobb átételéhez. Tehát fontos dolog ez, hogy a zenész, azt mondják nekem, hogy hát a zenészek ilyenek, meg olyanok, mondom, gyerekek, nem. Én még olyan zenésszel nem találkoztam, aki nem jótékonykodott volna, nem lenne jó ember. Miért kell egyből egy rockzenész leírni az, hogy alkoholista, kábítószeres, meg nem, egyáltalán nem. Nem is ismerek ilyet. Pedig azt egy jó pár száz zenekarral, azért készítettünk már interjút a kedves kollégámmal, itt Jánossal, és nem volt érdekes módon egyetlen egy kábítószeres se benne. Nem volt, nem részegen, most mindenki, én is megiszom azt a sört, te is megiszod, ő is. Én már nem iszom meg. Én, jó, már, hát nem én iszom. Már 20 éve nem iszom, de előtte megittam az összeset, amit, no, hát, amit az elmúlt 20 éve meg kellett volna innom. De nem mondhatta rá senki, hogy alkoholista vagy. Nyugodtan mondhatták, túl vagyok. De nem, Tibi, hát most volt fiatal az ember. Most beszéltük, Imi, hogy sztereotípia. Tehát rengeteg sztereotíp éri a rockereket, a rockzenészeket, meg egyáltalán azokat, akik szeretik ezt a zenei műfajt. Mert hogy ugye itt múltkor is elmondtam, hogy mert hogy lehúzzák a társadalmat, züllesztenek, holott nem, az egyik legösszetartóbb csapat a világon. Igen. És úgy nem egy jótékonysági koncertet fontos, szerveznek. Pontosak vagytok, hogy ti ilyenekben részt vegyetek. Igen, és azért mindig meg lehet látni ott, ahol egy rockzenész van, hogy az ott szívből megy. Nem egy, hanem ezért zenekar akar menni játszani. Így van, Tibike, vagy nem így van. Tehát, nem, tehát alig várják, hogy segítessenek valamit. Mondjad, Adrián, mert oda készült, nem? Azt hittem, hogy mondani akarsz valamit, itt nyugodtan beszélsz, hiszen ez a műsor rólatok szól. Ti vagytok a rockstárok a mai est folyamán. Ugye, mint minden csütörtökön, 18 órától 20 óráig a rockstárok műsor megy. Itt kedves hallgatók is jobbnál jobb csapatokat hívunk be. De nekünk mindenki egyforma, mint például a legendás Szenyor zenekar, hiszen már azért 30 évet meghallottam, lehet mondani, hogy legendás. Hát igen, igen. Mert és van azért munka mögöttetek bőven. A következő dal egy 33 éves dal. Nos. Most 33 éves. 86-ban íródott, és minden dalnak ennek is egy kis története. Én 80-as években, 86-ban egy Iron Maiden koncerten voltam. Itt Budapesten. Ha, igen. És abban az időszakban hát nem kell magyarázni, hogy magával ragadott az egész dolog, a kinézett minden, és én nagyon szerettem volna egy hasonló nótát csinálni.
Majd hát ilyen, amikor magával ragadja. Tehát az embernek úgy ketyeg az agya minden, hogy abban az irányba. Az a ritmus abba minden ott legyen. És annak idején írtunk egy hasonló, ugyanúgy két gitárra, terces gitárokat, minden összejött, és mindig mondták a koncerténken a haverok, hogy hát ez tiszta méden. Mondom, hát neki írtam, majd játsszák ők is, eljut hozzá, soha nem jutott el. És 30 év után ezt fölvettük stúdióban rendesen, hogy megmaradjon nekünk, és elküldtük a Hammerba egy ilyen, vagy nézzék meg, mondjanak már egy kis véleményt róla. És az egyik legjobb kritikát kapta, sőt egy olyat, hogy ez 30 évvel ezelőtt megszólal, akkor nem akarok nagy szavakat mondani, de azt mondták, hogy lehetett volna az egyik rock himnusz is itt Magyarországon. Nos. Ha hát, akkor, de hát itt tele van ez. Hova? Ha hallgassuk. Van, akkor. Így van. És a címe stílszerűen jövő század. Hadd szóljon. 86-ból. 1986. Sleep on, hungry.
zsákjárnak.